Napozok még 10 percet, amíg elkészül a videó. Azt befejeztem. Irkeljetek rám fel, hogy miért nem csinálok már most minden nap videókat. Hát engem megölt, bazd meg ez a szembetegség. Ez a nyavaja. Mióta megjelent a szemembe ez a szar, ez a fót, amitől nem látok, egyszerűen semmihez nincs kedvem, amit nézni kell. Már pedig a videózás az ilyen. És nem csak, hogy nem csinálom a videókat, hanem nézni se nézem. Most azokat se, akikre fel vagyok iratkozva, mert nem tudom, egyszerűen azt mondja mindenki, hogy jó, hát majd megszokod, meg észre se fogod venni, de én nem azt veszem észre, hogy megszoknám, hanem egyre inkább zavar. Én már annyi mindenről lemondtam az életbe. Én már lemondtam az evésről, lemondtam az ivásról, a piálásról. Na szinte mindenről. Ami egy kicsit élvezetet okoz, hogy valami az életbe. És akkor már nekem, ami maradt, ugye, azok a tevékenységek, amihez az agyamat, meg a szememet kell használni. A grafika, gépszerkesztés, videók, az olvasás, ugye hát az olvasást, azt nem hanyagolom továbbra se, de forró ez a szar. De most már az se. Elkezdtem olvasni most képernyőn, bármit, ha közel hajolok képernyőhöz, akkor egyszerűen annyira zavar ez a szarság a szemembe, bazd meg, hogy nem. Ha távol vagyok, akkor már annyira nincs benne a látóterembe, meg egyedül olvasni a telefonnak a képernyőjét tudom, ugye az függőleges, az csak ekkora, az ennyit foglal a látóterembe, és akkor nem látom azt a szart. De már, hogy bármi mást is csináljak, a héten már 4 munkával kerestek meg, grafikai megbízással kapcsolatban, többeknek csatornaképet kéne csinálni, meg egy-két akármit, de még csak nem is válasz voltam. Megcsillagoztam a leveleket, hogy szokás, hogy na majd elintézem. Az sehol semmi. Tehát egyszerűen képtelen vagyok magam túltenni rajta, hogy bazen most már a látásomnak is annyi. Azt nem mondja el nekem az se orvos, se senki, hogy majd azt meg fogod szokni, mert egyre inkább idegesít. Azt persze, hogy nem csinálok videót. Hogy? Nézni kell a képernyőt. Nézek ide, nézek oda, aztán itt van előttem ez a szar. Az őrületbe kerget. Én azért komolyan mondom, én már azt a izét is bevállalnám, azt a műtétet is bevállalnám, ugye amire azt mondták, hogy nagyon kockázatos, amikor tűvel kiszívják a szemnek a belsejét. Az Isten. Benyomnak 3 tűt a szemedbe, azt kiszívják az üvegtest belsejét, azt a lötyit, benne úszkáló szarokkal együtt, azt feltöltik izével valami fiziológiás oldatta. Azt akkor kitisztul. És de ugye egyrészt azt mondják, hogy egyrészt kurva fájdalmas ez a műtét, nem maga a műtét, mert ugye akkor el van érzéstelenítve, viszont utána hetekig úgy feszül a szemgolyó,
Meg hát nem lát vele az ember, persze. Minden homályos, tehát heteken keresztül nem lát az ember, fáj, érzékeny, stb. 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 Tehát a gyógyulás az elég nehézkes, lassú. A másik meg ugye az, hogyha valamit elbaltáznak, elrontanak benne, akkor ugye szövődményeként megvakulhat az ember arra a személyre. Ezért nem ajánlott ez a műtét, de bizony Isten mondom, hogy én már ott tartok gondolatba, hogy én most már ezen filózok, hogy ezt meg kéne csináltatni, mert az se érdekelne, bazd meg, ha belevakulok. Tehát, ha elveszítem a bal szememet, még mindig jobb, még mindig ezerszer jobb, nem lesz térlátásom, bazd meg, mint hogyha ezt egész életemben bámulnom kell. Ez kibírhatatlan, bazd meg, elviselhetetlen. Most az utóbbi napokban semmilyen vizuális dologgal nem foglalkoztam. Csak a zenével. Zongorázgatok, basszusgitározok, zenélek, bazd meg. Mert ahhoz nem kell a szememet igénybe venni. Ahhoz nem kell látni. Elindítok a fekete képernyőn egy zenét. Skampec. Azt előveszem a hangszert, azt bingyizek hozzá. Ne tudjátok meg, mi a szar. De én a sokáig nem fogom tűrni. A szaudzéhe. Megyek, azt megműtetem. Akkor is, hogyha hónapig vak leszek, vagy nem fogok tőle látni. De utána, hogyha kitisztul, akkor megérte. De ugye a másik dolog meg, hogy arra meg nincs garancia, hogy most például megműtetem a bal szememet, átmegyek ezen a tortúrán, és akkor a hónap után nem jelenik meg a jobb szemembe egy hasonló dolog. Hát akkor vége van a dalnak. Hányan leélik az életüket fél szemmel? Csak az egyikre látnak. Képernyő bámuláshoz nem kell térlátás. 3D-s mozikat meg amúgy se. Néztem sose. Olyan szinten nyomja rá az meg a hangulatomra a bélyegét ez a dolog, hogy semmi aktív dolgot csinálni nincs kedvem. Elmegyek bazd meg dolgozni, akkor elfoglalom magam ugye arra az időre, amíg tart a munkaidő. Akkor nem ér rá az ember azzal nyavajom, nem jó. De van most bazd meg mást. Én videókat gyártsak, meg bármit. Kurva szar. Ne tudjátok meg mennyire, bazd meg. Azt most haragszok ilyenkor az egész világra. Megöl, bazd meg. Most cirkáljátok itt egymás után a hülyeségeket, bazd meg, hogy szedjél sok C-vitamint, majd attól elmúlik. Nem múlik el, bazd meg. Végigolvastam már
összes magyar nyelvű fórumot, meg már egy csomó külföldi nyelvű fórumot, ami ezzel foglalkozik, semmi nem segít rajta, bassz meg, műtéten kívül. A nagy dózisú C-vitamin, meg ezek a nyomelemek, ugye, amit az orvos is felírt, nem fogok kiváltani, nem fogok beszedni 10 000 forint értékű cuccot, ami megelőzésre való. Arra jó, hogy újabbak kialakulását nem meggátolja, hanem csak meglassítsa. De ha hajlamos rá az ember, akkor úgyis előbb-utóbb elő fognak jönni. A másik dolog meg, hogy én azt lapátolhatom magamba, bazd meg a C-vitamint, amikor nem szívódik fel, és már meg felszívódási zavarom van. Ez az egyik bélbetegségből kifolyólag, a vékony belemből nem szívódik fel a tápanyag. Többek között ezért vagyok ilyen vérszegény, ilyen gizda, ilyen nyekenyauka. Vastag bélgyulladásom mellett ott van a vékony bélgyulladás, és abból nem szívódik fel a tápanyag, olyan, mintha feneketlen kútba haigálná. Még ez is kész csoda, hogy az utóbbi évben én tudtam 20 kilót hízni, mert nem tudom, hogy mi történt. Igaz, hogy én olyan más, drasztikus dolgot nem csináltam, az étrendembe változtatást. Azt már észrevettem magamon, hogy az utóbbi hónapokban, hát mondjuk egy fél éve, délután, este már nem szoktam olyan vadakat enni. Hanem, mit tudom én, megeszek egy buktát, vagy egy kakaós csigát, és utána már csak egy-két banánt, vagy mit tudom, tehát éjszakára most már nem szoktam én komolyabbakat enni. Hanem banánból például sokat eszek. Az jót tesz az emésztésemnek is, meg magas neki a kálium tartalma, meg a cukor tartalma is, ugye. Tehát most már annyira nem szoktam így megterhelni az emésztőrendszerem. És lehet azért ez is hozzásegít ahhoz, hogy mit tudom én egy kicsit jobb formában vagyok most, hogy több zöldséget, gyümölcsöt eszek. De ennek ellenére a felszívódási zavar az továbbra is fennáll, az nem múlik el, hiába bemegyek a patikába, megveszem a kimérős C-vitamint, ugye 1000 mg-ot beveszek belőle naponta. Ha nem szívódik fel 10 se, akkor mit csinálok? Akkor mi van? Semmit. Hát épp ez a baj, hogy a gyógyszerek se szívódnak fel, amiket én szedek. Annyi vasat beszedek, bazd meg, hogy abból már Empire State Buildinget lehetett volna építeni. Ami vasat én már megettem. Az mégis vérszegény vagyok. Na, és mondom, a C-vitamin ezt a cuccot nem mulasztja el. Nem. Sehol senki nem ír olyat egyetlen helyen se, egyetlen ezzel foglalkozó fórumban se, hogy én elkezdtem szedni ezt, vagy azt, vagy amazt, és képzeljétek el, hogy elmúlt tőle. Nem múlik el, bazd meg. Te el lehetne mulasztani, gyógyszeresen gondoljátok, hogy ilyen drasztikus műtétekre vállalkozna bárki is. Mint ez a Vikerot, vagy vektrotómia, vagy nem tudom mi a neve ennek az izének, beavatkozásnak, ennek a műtétnek. Kiszívják a szemed belsejét. Szóval nem tudom, mit kéne ezzel csinálni, illetve hát tudom, csak még azt nem, hogy hol meg kicsinálná meg. Úgy kiraktam a GoPro-t a szélre.
Úgyhogy most megváltok dolgokat, ne várjatok tőlem kreatívkodást, meg semmit, mert próbálok a felszínen maradni, bazd meg. Nem. Meg örülök, itt lebeg ez az Isten faszom, bazd meg előttem. Kurvára szar miatt a kedvem, megmondom őszintén. Se a Facebookon jó pofizni nincs kedvem. Se videókat gyártani nincs kedvem. Lassan le lehet kattanni róla. Na, szerintem, ha nem csináltatom meg a szememet, akkor nekem a kreatív karrieremnek itt lesz a vége, bassz meg. Nem tudom, hogy nevezik ezt. Mindjárt megnézzük. Beköltözök, beviszem a széket. De te éppen a függönyt vagy, nem? Na. Ja, megkeressük a szemüvegemet, mert benne már azért napszemüvegben kis és sötét van. Jó van. Ez itt a én okulá. Na. Mindjárt megkeresem azt. Megnézzük ezt a... műtétet, mert bazd meg ez. Ezt én fontolgatom. Azt mondja, hogy keressünk egy ilyet a Google-ban. Homály műtét, lézeres szemműtét. Hát ez az, amit nem tudok megfizetni. Debrecenben is csinálnak ilyet. Hátsó üvegtest leválás. Üvegtest betegségeinek kezelés, az enyhe esetek megfigyelést igényelnek, műtét csak a komplikáltabb esetekben jön szóba. Vérzés, ideghártya, leválás, gyulladásos állapot. Szemészet, üvegtesti homályok kezelése, bazd meg. Igen, itt a webbetegen írja valaki, hogy na, egy csaj, hogy megőrül már tőle, tehát nem vagyok vele egyedül. Vitrektómia, úgy hívják ezt. Mindjárt rákeresünk erre, hogy vitrektómia külön. Mindjárt felolvasom, bazd meg. Vitrektómia várólistán nélkül. Vitrektómia műtét az üvegtest és a retina betegségének sebészeti megoldását jelenti. Gyakoribb betegségekben végezzük. Hogyan zajlik? A beavatkozás retrobulbaris érzéstelenítésben, ritkán altatásban történik. A műtétet varrat nélkül záródó, igen kisméretű, úgynevezett szklera sebeken keresztül végezzük, szükség esetén katarakta műtéttel kombinálva. A beavatkozások a legkorszerűbb berendezéseket és műszereket használják, így garantál a sikeres végeredményt és a szövődmények alacsony szám. Vitrektómia jellemzően csak egy vagy két napos kórházi benfekvést igényel. Mint minden műtét, nem az esetben is léphetnek fel szövődmények, úgy mint vérzés, ideghártya, sérülés, szürkehája képződés, szemnyomás emelkedés és gyulladás. Azonban a JAON személyzeti osztályon évente több mint 100 vitrektómia műtét történik, a beavatkozás pedig jó képzett, nagy tapasztalattal bíró szemsebész végzi, ezért a szövődmény ráta igen alacsony.
milyen betegségek esetén végezzük, üvegtesti vérzés, cukorbetegség, retinaleválás, epiretinális membrán, makulajuk, szemlencse vagy... Na majd ezeket fogom felkutatni, bazd meg, hogy... Mert én így nem tudom leélni, bazd meg, az életemet. Nem tudom. Meg van hátra vagy 30 évem. Persze. Ez hülyeség. Na úgyhogy ezért nincs videó mostanában, meg nem is tudom mikor lesz. Meg semmikorra sem ígérek semmit. Amihez látni kell. Itt vannak munka megkeresések. Mi ezt mindegyikhez a szemem kéne használni. És hiába mondjátok, hogy majd megszokod, mert két egyforma ember nincs. Ugye én is megszoktam, meg más is megszokja. Igen. Hát egy 100 emberből 99 megszokja, és én vagyok az az egy a 100-ból, aki nem szokja meg. Aki nem tudja magát túltenni rajta. Tehát mondtam, hogy engem az is zavar, bazd meg, hogyha egy porcem van a szemüvegem, vagy akármi. Sőt, engem igazából a szemüveg is zavar, meg a szemüveg lencséjén lévő karcolások is zavarnak. Mindig is zavartak. Van, akit a sérdege, olyan mázgás a szemüveg, hogy nem lát rajta keresztül. Engem meg zavarít. Na. Ennek fogok most utána járni a napokban, mert ez így nem élet. Na, sziasztok!